A Budapestnek, ahogy eljött a 150. születésnapja, én azt éreztem, hogy ehhez nekem is hozzá kell tennem valamit, és mi másba tudok én hozzátenni a Budapest életébe, mint ahhoz, hogy olyan anyagot gyártok, ahol megmutatom Budapest szépségét és a szerelmemet Budapest iránt, azt beleteszem a ruháinkba, a kreációnkba és az anyagokba. Talán januárban kezdődött ez a kampány nekünk, amikor a január közepi rendezvényükön bemutattuk az első Budapest kollekciónkat, és be tudtuk bizonyítani azt, hogy egy rendezvény lehet edukatív is, be tudjuk mutatni azt, hogy milyen kollekciókat szeretnénk, és hogy miért fontos az a kollekció. Azt gondoltam utána, hogy mindenképpen meg kellene mutatni azt, hogy nekem miért fontos Budapest, tehát hogy miért ennyire mások is vannak, élnek Budapesten, másoknak is 150 éves Budapest, mások is szerethetik, de hogy nekem mivel más, tehát hogy nekem az igazi szerelmet valósítottam meg, a lehetőséget, az, hogy én több lehetek, nekem rengeteg lehetőséget adott Budapest, amiért én nagyon hálás is vagyok neki, és ez a szerelmes levél az a része az egésznek, amikor én meg tudtam azt mutatni másoknak, hogy mit jelent nekem Budapest. Ez egy igazi vallomás, és azt gondolom, hogy talán így mindenki meg tudja azt érteni, ami később született nekem, születésnapomban talán, ami nem a fashionnek egy kampányanyaga, hanem az én életemnek az egyik része, ez a Budapest kisfilmünk, hogy milyen álmok jönnek, amikor először, tehát az a kisági, aki azzal a busszal följött nagyon szegényen, és amikor átmentem azon a városon, ugyanezt valósítja meg az a kis cselédlány, amikor először találkozik Budapesttel, és ilyen álomképek jönnek be, és aztán szépen lassan kiderül, hogy ezek az álmok, ezek nem is álmok, hanem ezek a valóság lett, mert a film végén ott vagyok én, éretten, hogy azt meg lehet, elértem, és megcsináltam. És ezt köszönhetem Budapestnek, és köszönhetem az Budapesten élő embereknek, sőt, mondhatnám az egész hazámnak, az országban élő embereknek, hogy ennyire elismertek. A forgatáson való részvétel, én csak azokon a részeken voltam ott, ami rólam, tehát amiben én is szerepeltem, tehát nem csak a kisági, hanem én is szerepeltem, és fantasztikusan jó volt, de nem értettem az egészet, hogy ez hogyan fog majd összeállni, hogyan fogja az én életemet majd bemutatni. Mert természetesen azért ez egy meglepetés volt, tehát én csak a végén láttam, amikor volt a születésnapom itt az Agnes Irka szalomban, május 31-én, és akkor volt a premier vetítése ennek a kisfilmnek, és hát ez valami fantasztikus élmény volt. Tehát amikor az elejétől fogva láttam az álmaimat, láttam a Széchenyi Földöt, láttam az operát, láttam azokat a helyeket, ami nekem Budapesten mennyire fontos, a várt, a parlamentet. Tehát az, amikor az a kisági feljött Magyarszékről egy busszal, és csak néztem, és láttam, és igazából eltettem mindent valahol magamba egy álomként, aztán utána itt a filmben visszalátni ugyanazokat, ez egy fantasztikus. Nagyon jól csináltak egyébként a kollégáim és a csapat, mert hogy azért jól kikérdeztek engem, hogy mi az, ami nekem akkor fontos volt, és én nem is gondoltam volna azt, hogy ebbe a kisfilmbe a szereplők ezt így el tudják játszani, és azzal az érzéssel, amit én magam éltem át annó pár évesen, ilyen 8-10 évesen, amikor feljöttem Budapestre. Ez a történet még nem ért véget, mert még a szerelem az tart, és természetesen nagyon várom azt, hogy a nagy álmom teljesüljön. Lehet, hogy egy év múlva, lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 10 év múlva, de nagyon szeretnék egy pincétől a padlásig, egy Agnes Irka szalon, tehát egy hatalmasat itt valahol az Andrássy úton. Úgyhogy ezért még nagyon sokat fogok dolgozni, de azt gondolom, hogy megéri, és hogyha Budapest is úgy gondolja, az én nagy szerelmem, akkor biztos teljesülni fog.